Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 24-ére. Ezen a napon mi, hölgyek, állunk a középpontban. Megvan ez a vágy, ez az elképzelés, hogy megkapjuk az elismerést, mert szeretnénk kimutatni a tudásunkat, a tehetségünket, a szépségünket, de itt vannak még korlátozások. Vagy mások korlátoznak bennünket, és átnéznek rajtunk, vagy nálunk vannak bizonytalanságok. Mi történik akkor, ha nem sikerül, ha mások nem vesznek észre bennünket, ha botladozunk, és emiatt vannak jelenleg ezek a korlátozások. De, mint mondtam, az lehet, hogy kívülről jön, és mások akadályoznak bennünket abban, hogy meglegyen ez a siker. A hold most nagy hatással van kiránk, hölgyekre, hiszen egy jegyben van Vénusz bolygóval, és ez utal a mi intuíciónkra, az inspirációra, az érzelmekre, a vágyakra, az álmokra. Kell, hogy erősítsük a hitünket, hogy ez az álom megvalósul. A holnapi naptól egészen más energia hat kiránk, hölgyekre. Olyan visszahúzódóak leszünk, óvatosak, inkább úgy figyeljük az eseményeket, mi történik és mi fog történni. A párkapcsolatban meg lesz a közeledés, az elismerés, lesz egy stabil bázis, amire ki tudjátok építeni majd ezt a párkapcsolatot. Az a fontos, hogy ne légy túl kritikus magaddal szemben, és ne hasonlítsd össze magadat másokkal. De ez nem a mai energia, ez holnaptól lesz így. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!